Ezt nevezem a tökéletes, videós, otthoni, home office, stúdió, asztali setupnak. Nagyon durván funkcionális és rengeteg különböző dolog van benne, ami által videót felvenni, hangot felvenni, és csak úgy általánosságban a mindennapi munkát elvégezni nagyon hatékony és egyszerű. Minden egy karnyújtásnyi távolságra van, mindent lehet mozgatni, rengeteg minden van, amit át kell beszélnünk, és remélem tudok neked adni néhány ötletet, hacket. Szóval hadd mutassam be, hogy hogyan alakítottam ki ezt a stúdió setupot. Minden egyes részt be fogok neked mutatni, és azt is elmondom, hogy mi alapján találtam ezt ki. Amit most látsz, az a végső szög. Ha már láttál más videómat, úgy döntöttem, hogy ez az, amit fogok használni. Mindjárt elmondom, hogy miért, de először hadd mondjam el, hogy mi, merre, hogy van, és amúgy fogsz látni egy hátsó szöget is, csak azért, hogy kiderüljön, hogy mikor éppen miről beszélek. De mindenek előtt jöjjön az intro. Az alap az volt, hogy eldöntöttem, hogy egy óriási, nagy asztallappal fogok menni, szóval minden elfér rajta, de mégis ilyen tágasnak néz ki. A monitoromat azt egy ilyen asztalra szerelhető állványra tettem, mert olyan lebegőnek néz ki, és így több terem van, nem viszi el magának a monitornak a tartója a helyet. A főfényemet, a mikrofonjaimat is egy asztalra szerelhető állványokra raktam, így amikor az asztal magasságát állítom, akkor ugyanúgy megy vele a különböző eszköz, mikrofon, fény, és nem kell aggódnom érte, minden itt van kompaktan. Kompaktan? Van ilyen szó? Na, de a két szélén található a stúdió monitor, kvázi a hangfalak, amiket egy hangelnyelő kis állványra tettem, és mellette a bal oldalon vannak a külső merev lemezeim, de amúgy egy másik szobában van egy nasom is, de itt annyira csendes, hallasz bármit? Nem, és pont ez a lényeg, a nas azért tud hangos lenni, azért az máshol van. Na hát rengeteg kábelem van, ez pedig egy notebook tartóval takarom el, arra helyezem rá az M1 Max-os 16-os MacBook Pro-mat. Egyrészt nagyon jó ránézni, másrészt ugye el is takarja a dolgokat. Előtte két Thunderboltos dock van, mert nagyon-nagyon sok kábelem van, 12 portot használok jelenleg ebben a setupban. És ebből kettő például pont előtte van, egy ilyen kis periférián, fogunk róla beszélni, ami segít nekem a különböző munkafolyamatokba, tudok egyszerűbben állítani, mint csak simán a billentyűzetemmel, vagy az egeremmel, és nagyon jól lehet mondjuk kólokra is használni, de ez egy későbbi téma, mindjárt beszélünk róla. Előtte nézzük meg, hogy mi van a monitor előtt. Hát egyrészt az egyik fő új kedvencem, egy MIDI keyboard, egy ilyen kis zongora, mert az új szenvedélyem a zene. Mögötte van ugyanúgy az audiókhoz kapcsolódó mindenféle eszköz, hangkártya, mikrofonerősítő, meg néhány kábel, de szerencsére eltakarja az asztalon, mindjárt elmondom, hogy. Előtte nyilván szükség van egy egérre, egy billentyűzetre, és ezt egy ilyen nagyon szép szürke terítőre, nem tudom minek mondjam, angolul mat tettem, ami nagyon jól passzol a szürke falakhoz, amit amúgy én festettem le, és a fa asztal tetőhöz. Ó, és még egy dolog, amit nem szabad elfelejteni, a pohártartóm, ami egy teljesen régi, már agyon használt, de Austinból van, a South by Southwestről. Na vissza, hogy miért ez az a szög, amit használok, kettő okom van rá, hát egyrészről itt volt hely, hogy odarakjam ugye magát a kamerámat és a teleprompteremet, a súgógépemet, mert amúgy most is olvasom a szöveget, legalábbis puskázok belőle. Másrésztről pedig szerintem, hogyha megnézzük a szobát, akkor ez a legjobb szög. Látszik a polcom, és a polcról is fogunk beszélni, aminek ugyanolyan fa a polc lapja, mint az asztalomnak, és úgy gondolom, hogy ez egy ilyen jó kis dizájnt ad az egész szobának, meg ahogy innen beszélek, de ezt mondd meg, hogy te így gondolod-e, kommentbe folytassuk erről a beszélgetést. A fény kapcsán ugye egy nagy kéjlát jön itt jobb oldalon, és mivel nagy ablakaim vannak, hogyha így napközben veszek fel, láthatsz itt egy ilyen nagyon szép vonalat, nem kell még egy fény, néha szoktam használni másodikat is, de szerintem ez a természetes, így teljesen jól működik együtt, és persze hátul ott látható két csőfény, csak még egy kis dekorációnak. Mi maradt ki? Szerintem már így is egy elég robosztus setupról van szó.
főleg az előző éves konstrukcióhoz képest, ide berakok pár képet, hogy láthatod, hogy mennyi minden változás történt, de mégis úgy érzem, hogy teljesen rendezett és ilyen tágas hatással van az egész szobának a hangulata, és amikor leülök ide dolgozni, tényleg egyből belekerülök egy ilyen get things done, vagy get shit done módba, tehát, hogy csak csinálni, pörögni, alkotni, és ehhez minden, ami itt van, egyszerűen hozzájárul. A videó vége felé maradt egy kérdésem neked, hiszen ez mind nagyon király, jól hangzik, jól néz ki, de mégis hogyan raktam össze, hogyan választottam ki az adott termékeket, hogy működnek együtt, mennyire kompatibilisek? Ez a videó volt a bevezető és a konklúzió is, hogyha úgy vesszük, hogy hogyan alakítsunk egy ilyen király home office stúdió helyet. De mindenről nagyon részletesen fogok beszélni, az asztalról, a fényekről, hangokról, a különböző eszközökről, amit használok, és maga a szobának a setupja. Úgyhogy itt az idő, hogy belemenjünk az apró technikai részletekbe, és elmondjak mindenféle tippet, trükköt ezekről a király eszközökről. Ehhez nézd meg a következő videót, amit ide kattintva meg is tudsz tenni. De mielőtt ezt megteszed, rányomtál már a like gombra és a feliratkozásra, hogyha most találkoztunk először a kis értesítés, notifikációs ikonnal együtt. Nagyon remélem, hogy tetszett ez a videó, hasznos, és megnézed a következő részt is, úgyhogy kérlek, iratkozz fel, like, és ezt a videót nézd meg, remélem, hogy ott találkozunk a szériának, ennek a sorozatnak a következő részébe, ami ugye, ahogy mondtam, pont ez a videó is lehet. Csak klikkelj. Köszi, hogy itt voltál. Szia!